Sziasztok! Újabb extra videónk apropóját az adta, hogy néhány hete, vagy néhány napja, nem is tudom pontosan, szóval a lényeg az, hogy volt egy videó posztolmányunk, amelyet egy amerikai fizika YouTube csatornáról osztottunk újra, ahol is volt egy ember, aki nem átallotta azt mondani, hogy ő bizony képes egy folyadékkal együtt meghajlítani a fényt. És ugye némi diskurzus alakult ki alatta, ugyanis ez a videó annak idején április 1-én került ki a YouTube-ra, úgyhogy sokan ugye hát végül is joggal gondolhatták, hogy ami itt történik abban a videóban, az hát lehet, hogy igazából csak egy vicc. Úgyhogy természetesen kísérleti fizikusként gondoltam, hogy hát eztnek könnyen utána járhatunk, mert meg fogjuk csinálni ezt a kísérletet mi is, mégpedig itt a Kármán laborban, ahol vagyunk, tehát itt vagyunk az ELTE TTK-nak a Kármán laboratóriumában, a Fizikai Intézet Kármán laboratóriumában, és tegnap gyorsan összedobtam egy kísérletet. Ugye azt fogjuk csinálni, hogy vizet töltünk ebbe a bödönbe, és ebből nyilván a lyukon keresztül ki fog folyni a víz. Viszont mi szépen belevilágítunk a vízsugárba lézerrel, és ugye az az állítás, hogy a víz sugárba ilyenkor belecsapdázódik a lézerfény, tehát magát a víz sugarat is világítani fogjuk látni, hogyha természetesen nem egy április elsőjei viccről volt annak idején szó. Most ez nagyon egyszerűen hangzik egy ilyen kísérlet elkészítése, de mindig rengeteg szerencsétlenkedés van vele. Most például a szerencsétlenkedés első fázisaként megpróbálom belőni azt, hogy a lézer lézer pont úgy világítson, hogy a lyukba menjen bele a fénye, ahol ugye majd a víz ki fog folyni. Ez nem triviális, mert egyébként milliméterekről van szó. Most ezt persze úgy is ellenőrizhetem, hogy ide rakom a kezem. És tényleg, egy zöld pötty van rajta, hát bizony. A pilóta vakító lézer. Lézer. Most már megy a lézer igazából, tehát ez az a pillanat, amikor piros. És való igaz, hogy amikor a piros. Most egyébként csak bízni tudok abban, hogy még mindig működik a lézer, mert mivel rajtam piros szemüveg van, ezért a zöld lézert egyáltalán nem látom. Tehát a zöld monokromatikus fény teljes egészében kiszűri ez a szűrő. Úgyhogy most az is lehet, hogy ebben a pillanatban lemerült az elem. Nem látom, úgyhogy csak mégiscsak kikukucskálok, ez tök szabálytalan, de úgy tűnik, hogy oké. A szórt fény alapján úgy láttam, hogy még működik a lézer. Most ez az a pillanat, amikor elkezdhetjük a kísérletet, mivel az a kísérlet azonban olyan, hogy akkor látszik igazán jól, ha sötét van, ezért először is becsukjuk ezt az ajtót, és aztán utána brutálisan lekapcsoljuk a lámpát, amiket én ugye pirosnak látok, de valójában fehér lámpát. Lézert beindítani! Érzésre próbálom megoldani azt, hogy vizet öntünk a bödönbe, gyönyörűen látszik a szóródott fény a vízben. Úgy tűnik, hogy valóban sikerül leirányítanunk a fényt egészen alulra. A víz sugár az világít, hiszen oldalra kiszóródik némi fény. Vagyis tényleg sikerült belecsapdáznunk a lézerfényt, és gyönyörűen világít az alja. Mit láttuk? Mi történik egy fény nyalábbal, amikor egy közeg határhoz, mondjuk a levegő és a víz határához érkezik így, itt jön ez a piros fény nyaláb, és hát elhajlik. Jé, de érdekes, elhajlik. Miért hajlik el? Amúgy az, hogy erre megy a fény, vagy fordítva arra megy a fény, erre vagy arra, az mindegy, a fényutak megfordíthatók ebből a szempontból. Ez egy jó pofa dolog. De mégis, hát miért csinálja ezt a fény? Mi történik itt? Mire optimalizál a fény? Hát gondolhatnánk, hogy a fény a lehető legrövidebb úton szeretne menni. Hát két pont között a legrövidebb út az nyilván az egyenes, amit ez a kék mutat, de hát látjuk, hogy a fény mégsem ezt teszi. Azért van, mert a fény nem a legrövidebb útra, hanem a legrövidebb időre optimalizál, vagyis hogy a leggyorsabban jusson el egyik helyről a másikra, pont úgy, mint ahogy egy parti mentő a fuldoklóhoz oda akar menni. Itt van például hát az Adams Family egyik tagja, nem, tehát igazából egy fuldokló ember, meg David Hasselhoff a Baywatchból. Ugye, hát hogyha ő az egyenes vonalon futna, akkor nem lenne annyira effektív, mert hogy ő a vízben ugye lassabban fut, mint a tengerparton, tehát időben nem így érne oda a leggyorsabban, hanem akkor, hogyha úgy fut, hogy a tengerparton tulajdonképpen több utat tesz meg, hiszen ott gyorsabban tud haladni, és a vízben, ahol lassabban futva vagy úszva halad, ott igazából kevesebb utat tesz meg, így jut el leggyorsabban a fuldoklóhoz, David Hasselhoff. David Hasselhoff, Forgács Péter.
Na de egy érdekesebb helyzet, hogy mi történik akkor, hogyha a víz belsejéből a levegő felé olyan lapos szögben megy a fény, hogy hát igazából az annyira eltérülne a levegőbe lépve, hogy igazából már nem is nagyon jutna bele a levegőbe. Ilyenkor a fény azt választja, hogy visszapattan. Tehát a fény gyakorlatilag teljes egészében visszaverődik a közeghatárról, és hát ez egészen fantasztikus. Ilyen lapos szögű belsősekként gyakorlatilag tükörként viselkedik az ez esetben a levegő és a víz határfelülete. És hogyha elképzelünk egy csövet, egy vízből készült csövet, ami elég keskeny ahhoz, hogy még a visszavert fény aztán megint csak egy lapos szögben verődjön vissza az aljáról is, vagyis a másik oldalról, akkor bizony ilyen módon jobbra-balra pattogva tulajdonképpen belecsapdázzuk a fényt ebbe a keskeny vízcsőbe. Ez persze lehet egy üvegcső is, így működnek az optikai szálak, optikai kábelek. És hát hogyha megtörjük ezt a csövet, de mondjuk nem túl éles szögben törjük meg, akkor bizony még az elhajlás esetén is benne marad a fény, hiszen itt is lapos szögben esik rá, a másik oldalra is. Persze lehetne olyan megtörést csinálni, mint amit ez az ábra mutat, ahol olyan élesen megtörjük, hogy kiszabaduljon belőle a fény, de például a folyóvíz esetében, amit a kísérletben modelleztünk, ott a meghajlásnak a sugara az elég nagy ahhoz, hogy mindvégig becsapdázódva maradjon bent a fény, és hát ezért aztán nem is igazán jut ki. Miért látjuk mégis világítani a csövet? Hát azért látjuk világítani a csövet, mert mindeközben azért a vízen szóródik is a fény, tehát oldalra kiszóródik némi fény, és ezért látjuk azt, hogy végül is zölden derengve világít maga a vízsugár. Gyönyörű. Hát ezt demonstráltuk most a Parallaxis Extra videóban. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis